Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2021. március 31-én, este 7:30-kor. Érseki Szentmiség húsvétkor, közeleg a katolikus egyház legnagyobb ünnepe. Túl a szóbeli megmérettetésen, nagy izgalommal várták és teljesítették a nyelvvizsga feladatokat a kertvárosi diákok. 2 millió fölött a beoltottak száma, a lakosság 20%-a már megkapta az első injekciót. Közeleg a katolikus egyház legnagyobb ünnepe. Nagy csütörtökön olajszentelési és utolsó vacsorai szentmisére, nagy pénteken keresztúti ájtatosságra, vasárnap pedig húsvéti érseki szentmisére várják a híveket a Nagyboldogasszony főszékes egyházba. Néhány nap múlva elérkezik a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét. Jézus Krisztus halálának és feltámadásának állomásait a hétvégi szentmiségben is nyomon követhetjük. Nagy csütörtökön délelőtt 10 órakor a főszékes egyházban megrendezésre kerül a hagyományos olajszentelési szentmise. Azzal a különbséggel, hogy az idei esztendőben nem fognak jönni az egyházmegye minden részéről a lelkipásztorok, nyilván a találkozások kerülése érdekében, hanem kizárólag a város papjai képviselik az egyházmegye papságát, de a híveket is szeretettel hívjuk és várjuk az olajszentelési szentmisére, amikor a főpásztor a keresztelendők olaját, a betegek olaját és az egyház szentelő olaját, a Szent Krizmát áldja meg. Nagy csütörtökön este 6-kor kezdődik az utolsó vacsora szentmiséje, amelyet szintén a főszékes egyházban tartanak. Nagy pénteken Krisztus kereszthalálára emlékezünk, számunkra ez szigorú bőti nap. A székes egyházban délután 3 órakor érsek úr keresztúti ájtatosságot vezet, majd a nagypénteki szertartások este 6 órakor kezdődnek a székes egyházban. Nagy szombaton a húsvét vigíliája és a feltámadási szentmise ugyancsak este 6 órakor kezdődik a székes egyházban, amit érsek úr fog vezetni. Húsvét vasárnap Krisztus feltámadásának fő ünnepén vasárnapi miserendet tartunk, 8:30-kor diákmise, 10 órakor érseki szentmise, este 6 órakor népénekes szentmise lesz. Húsvét vasárnap a Zárda templomban nem lesz szentmise, a Szent István király jezsuita templomban reggel 7:30-kor és délután 5 órakor lesznek szentmisék. Húsvét hétfőn vasárnapi miserendet tartanak a főszékes egyházban és a Szent István király templomban. Az ünnepi alkalmak alatt is kérik a híveket, hogy fokozottan figyeljenek oda a járványügyi előírásokra. Használjuk azokat a fertőtlenítő szereket, amelyek a bejáratnál elhelyezésre kerültek, és viseljük helyesen jól a maszkot, hogy kerüljük el a betegség minden formáját. Így tudjuk megülni a húsvét ünnepét, illetve a nagyheti szertartásokat. A valláson kívül a húsvét a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet a hold állásának megfelelően tartunk. Idén kizárólag a virtuális térben zajlott az Internet Fiesta programsorozat a kalocsai Tomori Pálvárosi Könyvtárban. Az intézmény többek között mesékkel és különböző játékokkal lepte meg a látogatóit a világhálón keresztül. 2021-ben már 22. éve annak, hogy márciusban a könyvtárak készülődnek az Internet Fiesta programjaira. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ismét összehangolt eseményekre biztatta most is az intézményeket. Természetesen a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár is részese volt az országos megmozdulásnak. A rendezvény témája évről évre igazodik a tartalmi szolgáltatások egyre szélesebb skálájához, a könyvtárak pedig sok programmal töltötték meg a Fiesta napjait, mert az idei évben március 18-a és 25-e között került sor. Az elmúlt években többek között általános és középiskolai osztályokat is meghívtunk, és a népszerű nagyinet előadások is színesítették az Internet Fiesta program kínálatát. Az idei évben kizárólag a virtuális térben volt lehetőségünk a programokat megvalósítani. Az első Fiesta óta az internet mindennapjaink részévé vált. Ma a rendezvények célja a digitális írástudás terjesztése és az internet felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb körű bemutatása. Játékokkal, totóval, mesefelolvasással, papírszínházzal is készültünk, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy most, amikor szerintem mindenkinek több ideje jut olvasni, éppen milyen izgalmas, érdekes könyvtársaságában töltik el az idejüket olvasóink.
optimistán tekintünk a jövőbe, és várjuk, hogy hamarosan személyesen is újra találkozunk már a könyvtár falain belül is. A kalocsai intézmény rugalmasan igazodott a koronavírus járvány miatt hozott korlátozó intézkedésekhez, és így megtalálta azokat a lehetőségeket, hogy látogatói ne maradjanak könyv nélkül. Ilyen volt például a könyvek házhoz szállítása is. Ezekre azonban a mostani szabályozás nem nyújt lehetőséget, ezen a héten még biztosan nem. Minden személyes kapcsolatot mellőznünk kell, köztük a könyvkiszállítást is. Arra kérem olvasóinkat, hogy ennek ellenére nyugodtan jelezzék felénk valamely elérhetőségünkön, akár telefonon, akár e-mailben, hogy mely dokumentumokat szeretnék kölcsönözni. Mi ezeket folyamatosan készítjük össze, és amint központilag lehetőség nyílik arra, ezek kiszállítása azonnal meg fog történni. Mint arról már korábban beszámoltunk, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola 28. osztályos tanulója vett részt az intézmény által szervezett nyelvvizsgán. A vizsga írásbeli részét március 10-én, a szóbelit pedig a múlt hétvégén teljesítették a diákok. Első körben március 10-én a nyelvvizsga írásbeli feladatait kellett megoldania a gyerekeknek, a három részből álló vizsgatételek megoldására 4 óra állt rendelkezésükre. Az elmúlt héten pedig szóban is számot adhattak ismereteikről a diákok. A szóbeli részre történő felkészülés azért érdekesen alakult, így, hogy online oktatásra álltunk át. Nehezebb volt a tanulókkal felvenni a kapcsolatot, illetve őket motiválni arra, hogy erre azért kellőképpen felkészüljenek, de szerencsére ez sikerült, és helyt is álltak a gyerekeink. 2 napon történt a szóbeli nyelvvizsgáztatás, csütörtök, illetve pénteki napon, hiszen összesen 28 gyerekről volt szó. A 2 napos vizsgára a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett került sor. A DSD1 nyelvvizsgának ez a negyedik része, mely 3 egységből áll. Az első 5 percben a gyerekekkel kötetlenül beszélgetünk egy bemutatkozás formájában. Kérdésekre kell válaszolniuk magukról, szabadidejükről, hobbiukról, háziállatukról, a kalocsáról, lakóhelyükről kell mesélniük, illetve bármiről, ami a mindennapi életükhöz tartozik. A szóbeli vizsga második részére a tanulók előzetesen készültek fel, egy német nyelvű prezentációt kellett készíteniük egy általuk kiválasztott személyüket is érintő témában. Az elkészült anyagot pedig németül 5 percben be is kellett mutatniuk a vizsgán. Nagyon változatos és nagyon érdekes témákat dolgoztak fel a gyerekek, a sporton keresztül, Afrikáig, tehát minden, ami eszükbe jutott, és valamilyen szinten ők személyesen is kötődnek az adott témához, hiszen a 3. részben a témával kapcsolatos tudásukról kell számot adniuk, mivel irányított kérdéseket kapnak a témával kapcsolatban, ezeket a kérdéseket a gyerekek nem ismerték, a vizsgáztató elnök asszony, illetve a vizsgáztató pedagógus teszi fel őket a szóbeli nyelvvizsga 3. részében, mely szintén 5 perces, és ezekre kell a témával kapcsolatos kérdésekre a gyerekeknek válaszolniuk. A nyelvvizsga részletes eredményeiről várhatóan május 2. felében kapnak tájékoztatást a diákok. Meghaladta a 2 millió főt a beoltottak száma Magyarországon, ezáltal már a lakosság több mint 20%-a immunizálva lett, ez bőven az Európai Uniós átlag felett van. Továbbra is folyamatosan zajlik az oltások beadása, a pedagógusokat a napokban soron kívül vakcinázzák. Átlépte a 2 milliót a Magyarországon koronavírus ellen beoltottak száma, így a lakosság 20%-a már átesett a vakcinázáson, mellyel egyes kimutatások szerint az uniós átoltottsági lista élére került Magyarország. Az uniós átlag ugyanis 10,6%, melyet Magyarország jócskán meghaladt. A legtöbb oltást múlt héten adták be, akkor ugyanis egy hét alatt 540 ezer vakcina került beadásra. Ez az eredmény elsősorban a kormány vakcina beszerzéseinek köszönhető, ugyanis több vakcinával tudunk oltani, mint más országok. 5 vakcina van kint jelenleg is az oltópontokon. Az uniós beszerzésből érkező Pfizer, Moderna és AstraZeneca mellett a Sputnikkal és a Sinopharmmal is tudunk oltani. Az eddig regisztrált 3,7 millió emberből mintegy 1,5 millió a 60 év felettiek száma, és ennek a korcsoportnak a 78%-a már be is van oltva.
Mivel a kormány 2,5 millió beoltott embert követően újra nyitná az országot, így a pedagógusok és az óvodai, bölcsődei dolgozók soron kívül kaphatják meg a vakcinát a következő napokban. Az oltás várható időpontja április 1-e csütörtök, április 2-a péntek és április 3-a szombat lesz. Az oltás helyszíne a regisztráció során megadott lakcímhez rendelt kórházi oltópont lesz. 3 napon át 101 kórházban 426 oltóponton várják majd a pedagógusokat reggel 7-től este 7-ig. Az oltáshoz a ma érkezett Pfizer vakcina szállítmányból tudunk biztosítani vakcinákat. György István hangsúlyozta, mindenki regisztráljon oltásért. Folyamatosan érkeznek az oltóanyagok, így van remény, hogy megállítható lesz a 3. hullám felfelé ívelő szakasza. Müller Cecília a sajtótájékoztatón elmondta, Magyarország oltónemzet. Ez az oltási rendszer rendkívül megalapozott, Magyarország egy oltónemzet. Mi tudjuk, hogy a védőoltások mire valók, hogy megvédenek bennünket a fertőző betegségektől, és már nem csak attól, hanem egyre inkább derül ki számos betegségről, hogy fertőző ágensként daganatos megbetegedést is okoz. Gondoljunk csak a humán papilloma vírusra. Az oltás üteme a vakcina szállítmányok érkezésén múlik. Továbbra is kiemelten fontos az oltakozás, csak ez állíthatja meg a vírust, és ezzel kerülhetjük el a 4. hullámot. A mai napon újabb szomorú rekord született, 24 óra leforgása alatt 302 beteg veszítette életét. Ez eddig a legtöbb egy nap alatt elveszített beteg a vírus magyarországi megjelenése óta. Az új fertőzöttek száma 6700 fő, melyel az aktív fertőzöttek már meghaladják a 224.761 főt jelenleg. 12.346 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.492-en vannak lélegeztetőgépen. A rendőrök 655 emberrel szemben intézkedtek a hét első napján a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, közölte a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese a keddi online sajtótájékoztatón. A rendőrök 655 emberrel szemben intézkedtek hétfőn a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, közölte a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese a keddi online sajtótájékoztatón. Kis Róbert elmondta, ezzel 41.824-re nőtt a maszkviselési szabályok megsértése miatt indított intézkedések száma az erről szóló kormányrendelet hatályba lépése óta. A kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre, szolgáltatási helyekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt ez idáig 1019 rendőr intézkedést végeztünk. Itt az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége 306 esetben volt megállapítható, míg az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt 713 rendőri intézkedést végeztünk. A vendéglátó üzletek körén kívüli üzletek tekintetében az elmúlt 24 órában ideiglenes bezárás intézkedésre nem került sor. Továbbra is ellenőrzik a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat. A tranzit szabályokat megsértőkkel szemben a hétfői napon 59 esetben léptek fel. Az átutazókat tavaly szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 14.445-ször intézkedtek. A határvárakozási adataink Magyarország határátkelője helyein jó ütemben lehet közlekedni, kisebb határvárakozással kell számolnunk tehergépjármű forgalomban, a belépő oldalon, Röszke autópálya határátkelőnél, ahol 3 órás a várakozási idő. A koronavírus járvány 3. hullámában különösen fontos a védelmi intézkedések betartása, a kontaktusok elkerülése, illetve a magánrendezvények mellőzése, szükség esetén azok minél szűkebb körű megtartása, mondta az alezredes. Kis Robert hangsúlyozta, mindent meg kell tennünk azért, hogy a kontaktusokból eredő tömeges megbetegedést elkerüljük.
Hivatalosan is a végéhez ért a Skate Park Kalocsán című pályázat. A projekt során közel 11 millió forintból valósult meg a városi sporttelepen egy extrém sportpálya, ahol a fiatalok gördeszkával, BMX-el és rollerrel trükközhetnek. A hivatalos átadó a vírus miatt elmarad. Hangosan ugratnak le a dobogóról a fiatalok, egymást követik a trükkök az új pályán. A Skate Park Kalocsán című Európai Uniós pályázat megvalósítási időszaka, a műszaki adásvételi eljárás 2020. november 9-ei sikeres zárását követően 2021. március 31 napjával hivatalosan is véget ér. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 11 millió 435 ezer forint Európai Uniós támogatással, a terület és település fejlesztési operatív program, azon belül is a Közösen Kalocsáért helyi közösség által az Értékeink mentén című helyi közösség fejlesztési stratégia részeként meghirdetett helyi felhívás nyertes pályázataként. A projekt célja, hogy a Kis János utca 2-es szám alatt található Molnár Ferenc Sport és Szabadidő Központ sportolási palettáját színesítve a jelenleg a városi köztereken sportolókat egy a céljuknak megfelelő helyen összpontosítsák, kortól, nemtől függetlenül, ezzel is segítve a közösség egymásra találását, új kapcsolatok kialakulását. A pálya egy olyan, eddig a helyi sportélettől szeparált közösséget vont be a városi sport vérkeringésbe, akik az általuk képviselt sportban egyénileg tudnak eredményeket elérni, fejlődést bemutatni. Az építmény a Szabadidő Központ déli részére lett elhelyezve, így a közterületről könnyen megközelíthető. A beépített területen a 25x12 méteres alapépítmény speciális bevonatú, nagy ellenálló képességű, csiszolt beton fogadó felülettel került kialakításra, erre kerültek felépítésre a speciálisan legyártott, fémvázas, üvegszál erősítésű, nagy teherbírású, műgyantás lemezborítású elemek. A fejlesztésnek köszönhetően az eddig a városban különböző helyeken sportoló fiatalok egy adott területen, ellenőrzött környezetben hódolhatnak aktív sportszenvedélyeiknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!